Többek között az 1956-os forradalom és szabadságharcról készített felvételek is láthatók plakátok formájában. Meghurcolásról, elvesztett küzdelmekről és hajdani ideológiákról szól a kiállítás anyaga, amely híven ábrázolja a diktatúra éveit, mondta a megnyitón Szelekovszky Ernő, az alkotó Székely Kornél. Ezzel azt akarta kifejezni a képekkel, hogy a képek képesek elmondani mindazt, beszélni képesek, amit a mögöttünk hagyott diktatúra mind hazánkban, mind Kelet-Európa többi országaiban végzett. Ezért is adta alcímként, a főcím az Emlékezz Európa 56, alcímként pedig így adta, hogy a beszélő plakátok. A kiállítás elsődleges célja, hogy a fiatal nemzedékkel is megismertesse az 1945-től a rendszerváltásig tartó időszakot. A kiállítást ezért a 13. Sárospataki Nyári Egyetem keretében szervezték. Így az ország több pontjáról érkeztek fiatalok, többek között Tatáról is. Elárulták azt is, hogy mi marad meg egy ilyen tárlat megtekintése után a gondolataikban. Az, hogy ezek az emberek mennyit szenvedtek, és hogy milyen körülmények kellett túlélniük, élelem, víz és ruha hiányában és zord időjárási körülmények között, és igazából sokat szenvedtek, és tehát olyan élményeik vannak, amiket igazából tehát el se lehet mesélni szavakkal. Ezt igazából csak azt tudja igazán, aki át is élte. A kiállítás a Honvédség és Társadalombaráti Körök Országos Szövetsége és az 56-os Magyarok Világszövetségének szervezésében valósult meg.